2020 márciusában a WHO, azaz az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi pandémiává, világjárványjá minősítette a COVID-19 koronavírus következtében kialakuló fertőzéseket. A vírus terjedésével kapcsolatban fellépő pánikban az emberek nem csak saját és rokonaik egészsége, de kedvenceik, a kutyák egészsége miatt is aggódnak. A közösségi médiát ellepték a szájmaszkot viselő kutyák képei, és sok helyen felmerült a kérdés, vajon a kutyák elkaphatják-e a COVID-19 koronavírust, és megfertőzhetik-e a környezetükben élő embereket. Ebben a videóban összefoglaljuk az eddigi tudnivalókat és a kérdéssel kapcsolatban megjelent fő információkat. Szeretnénk mindenki figyelmét felhívni arra, hogy nem vagyunk vírus- és járványügyi szakértők. Azokat az információkat gyűjtöttük össze, amik jelenleg igazoltan rendelkezésre állnak, és tudományos fórumokon elhangzottak. Jelenlegi tudásunk itt tart, a helyzet változhat. Az általunk elmondottak főként a CDC, az Amerikai Betegség Megelőzési Központ álláspontját tükrözik. A CDC adatai szerint jelenleg a világon egyetlen egy olyan eset ismert, amikor a COVID-19 koronavírus jelenlétét kutyákban mutatták ki. Az eset Hongkongban történt, 2020. február végén, egy olyan pomerániai törpespicben mutatták ki a vírus alacsony szintű jelenlétét, akinek a gazdája maga is fertőzött volt. Mivel a kutya egyáltalán nem produkált semmilyen a betegségre mutató tünetet, nem volt rosszul, ezért az egészségügyi szakemberek szerint a gazdájával történő érintkezés során kerülhetett át rá a vírus, amely azonban nem fertőzte meg. Dr. Jerry Klein, az AKC, Amerikai Kennel Klub fő állatorvosi szakembere egy riporter kérdésére megerősítette, a hongkongi eseten kívül egyetlen hasonló eset sem ismert a világ egyetlen részén sem, beleértve a vírus által leginkább fertőzött területeket, mint például Dél-Koreát, Olaszországot vagy az Egyesült Államokat, illetve Európa egyéb területeit. Véleménye szerint, habár más állatokhoz hasonlóan a kutyák is megfertőződhetnek a saját fajukra jellemző más koronavírus törzsekkel, amik egyébként az emberre egyáltalán nem veszélyesek, jelenleg nincs olyan bizonyíték, hogy a COVID-19 koronavírus megfertőzhetné őket. Az Egyesült Államokban az IDEX laboratóriumaiban több ezer kutyán végeztek el COVID-19 teszteket, és a mai napig egyetlen egyeden sem volt kimutatható a vírus semmilyen formában. Arra a kérdésre tehát, hogy a kutyák megfertőződhetnek-e és betegek lehetnek-e a COVID-19 koronavírustól, a tudomány mostani tudása szerint a válasz egyértelműen nem. Hogy a helyzet változhat-e, erre senki nem tudja a választ. Mindazonáltal a megkérdezett szakértők ennek az esélyét egészen minimálisnak tartják. Más kérdés azonban, hogy a kutyák idézőjelben felszedhetik-e a COVID-19 vírus fertőzött emberektől vagy fertőzött területekről, és hordozhatják-e a mancsukon, a bundájukon, esetleg a nyálkahártyájukon. Erre a kérdésre szintén senki nem tudja a konkrét választ, de a megkérdezett szakértők válasza jellemzően a következő. Valószínűleg igen. Mi következik mindebből? Elsősorban az, hogy a vírus terjedésének megállítása érdekében kutyáinkkal kapcsolatban is tartsunk be néhány alapszabályt, amelyek szerintünk a következő. 1. Ahogy saját magunkat, úgy kutyáinkat is próbáljuk meg a lehetőség szerint szeparálni a külvilágtól és a másoktól történő érintkezéstől. 2. Ha ez feltétlenül szükséges, lehetőség szerint olyan helyen sétáltassuk a kutyáinkat, ahol nincs tömeg és sok idegen ember. Ha valaki szeretné megsimogatni a kutyánkat, lehetőség szerint udvariasan kérjük meg arra, hogy ezt ne tegye, hárítsuk el a testi érintkezést. 4. A séták után, főként ha mások által is sűrűn látogatott helyen sétáltunk,
A lakásba történő visszatérés előtt tisztítsuk meg kutyánk lábait, töröljük át bundáját, például antiszeptikus törlőkendőkkel. 5. A kutyánkkal történő érintkezéseket követően az átlagosnál sokkal több alkalommal mossunk kezet alaposan és minél hosszabb ideig. 6. Ideiglenesen ne hagyjuk, hogy a kutyánk puszikat osztogasson nekünk, próbáljuk elhárítani még a jó értelemben vett nyalakodásait is. És végül jobbgal tehetitek fel a kérdést, hogy mi lett az egyetlen kutyavírus hordozóval, a hongkongi pomerán törpes spiccel. A mostani információk szerint az első tesztet követően a kutyán további 3 tesztet végeztek el. Karanténba került, de továbbra is jól van, a betegség semmilyen jelét nem mutatja, és egészségesnek tekinthető. Köszönjük megtisztelő figyelmedet, reméljük, hogy tudtunk segíteni néhány hasznos információval. Ha tetszett a videó, nyomj rá egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra.